Sziasztok! Ez a videó a magyar történelem egyik legmeghatározóbb személyéről, Kossuth Lajosról és a három legmegosztóbb vitájáról fog szólni, amelyek megítélése mind a mai napig megosztják a közvéleményt. Kossuth Lajos a reformkori Magyarország egyik legjelentősebb politikusa és vezér alakja volt, akinek a ténykedése következtében létrejöttek az áprilisi törvények, és ezzel megszületett a demokratikus polgári átalakulás Magyarországon. Az 1848-49-es szabadságharc idején az ország politikai vezetőjévé vált, majd miután az osztrák és orosz csapatok leverték a magyar ellenállást, emigrációba kényszerült. Az 1848-49-es események teljesen átformálták kezdeti elképzeléseit, így a három tárgyalt korszakban három máshogyan gondolkozó Kossuth Lajossal találkozhatunk. Mind a három korszakban egy-egy vitába került az aktuális korszak másik nagy alakjával, Széchenyi Istvánnal, Görgei Artúrral és Deák Ferenccel. Ez a három vita mind a mai napig megosztja a magyar közvéleményt. Ebben a videóban ezt a három vitát fogom most bemutatni. A kosút Széchenyi vita a fiatal és tehetséges Kossuth Lajos és Gróf szécsényi István a reformkorban vitatkoztak egymással. A két politikus alaphelyzete teljesen különbözött amíg a tíz évvel idősebb Széchenyi István egy gazdag arisztokrata családból származott, addig a fiatalabb Kossuth Lajos egy elszegényedett köznemesi családból jött, így eltérő helyzetükből fakadóan máshogy modernizálták volna az országot. Gróf Széchenyi István arisztokrataként részt vehetett az országgyűlés felső tábláján, míg Kossuth Lajos csak egy vármegye követeként kerülhetett be az alsó táblára. Viszont a reformkori országgyűlések során csak az alsó tábláról kezdhettek el indítványozni egy törvényjavaslatot, amit a felső tábla vagy elfogadott, vagy visszaküldött. Ha a felső tábla is elfogadta a törvényjavaslatot, akkor az a király elé került, ahol a király döntötte el, hogy jóvá hagyja, és létrejöhete az új törvény, vagy visszaküldi az alsó táblára újra tárgyalni. Ebből a szempontból Kossuthnak szerencsésebb helyzete volt, mivel a lényeges reformötletek az alsó tábláról indultak. A Széchenyi Kossuth vita két liberális politikus eltérő kivitelezési javaslatáról szólt, arról, hogy hogyan is menjen végbe Magyarországon a polgári átalakulás. Mindkét politikus szerette volna elérni, hogy társadalmi és politikai reformok menjenek végbe Magyarországon, és fejlődjön az ország gazdasága is. Így értelemszerűen a fő ellentét nem is köztük volt, hanem a reformok hívei és a konzervatívok között, akik a Bécsi udvar hívei voltak és ellenezték az újításokat. Ezért a Széchenyi Kossuth vita valójában arról szólt, hogy ki is legyen a népszerűbb az újítani vágyok körében, és kinek a javaslata mentén vívják ki a reformokat a magyarok. A vita helyzetükben mindkét fél számára nehezítő körülmény volt az a tény, hogy cenzúrázva voltak, így álláspontjukat csak viszonylagosan tudták képviselni. Tehát Széchenyi István és Kossuth Lajos majdnem ugyanazt szerették volna elérni, csak egy eltérő koncepciójuk volt a reformok kivitelezésére. Ezek az eltérések többnyire a két politikus származásából és eltérő lehetőségeikből eredtek. Mivel gróf Széchenyi István egy gazdag arisztokrata családból származott, ezért ő azt akarta volna, hogy a felsőtábla vezetésével valósuljon meg a polgári átalakulás Magyarországon, mivel nekik van vagyonuk és tekintélyük ehhez. Ezzel szemben Kosút a köznemesek élén az alsó táblán akarta volna elérni a reformok megvalósítását, a felső táblának pedig csak annyi szerepet szánt volna ebben, hogy fogadják majd el a törvényjavaslataikat, amiket az országgyűlésre felterjesztenek, hogy közösen a király elé terjesztessék. Szintén egy jelentős különbség volt a két politikus között az a kérdés, hogy milyen gyorsan akarták bevezetni a reformokat. Ez a kérdéshez való viszonyuk szintén összefüggött a származásukkal. Mivel Gróf Széchenyi István egy arisztokrata volt, ezért neki személyes jókapcsolatai voltak a Bécsi udvarral. Ezért szerette volna, ha a Habsburgok is támogatják a magyar reformjavaslatokat. Ezért Széchenyi a lassabb és megfontoltabb tempót szorgalmazta, és szép lassan lépésről lépésre akarta meggyőzni a Bécsi udvart és a magyar konzervatívokat a reformok hasznosságáról. Ezzel szemben Kossuth Lajosnak nem voltak bécsi kapcsolatai, és olyan nagy vagyona, mint Széchenyi Istvánnak, így ő a közdemesek helyzetéből vizsgálta az eseményeket, és azonnali változtatásokat akart. Tudta jól, hogy az ő tábora ekkora már óriási válságba került, és azt tartotta kockázatosnak az ország helyzete szempontjából, ha sokáig kivárnak a reformok megvalósításával, mivel az elszegényedő nemeseknek kifejezetten rossz helyzetük volt, és náluk csak a jobbágyoknak volt még szörnyebb a sorsuk, akik bármikor fellázadhattak volna. Így Kossuth az azonnali változtatásokat tartott a célra vezetőnek, és nem érdekelték a Bécsi udvar és a konzervatívok véleményei. A harmadik legfőbb ellentét a két politikus között az Magyarország és Ausztria közjogi helyzetének a módosítása körül volt. Az arisztokrata származású és Bécs támogatását elnyerni kívánó Széchenyi István értelemszerűen először nem bolygatta volna meg az ország közjogi helyzetét, mivel csak szép lassan lépésről lépésre haladt volna. Így Bécssel együttműködve először az ország gazdaságát szerette volna nyugati szintre hozni, majd a társadalmi reformokat megvalósítani. Az ország közjogi helyzetével pedig csak ezután foglalkozott volna. Ezzel szemben Kossuth Lajos a gazdaságpolitika terén önrendelkezést követelt volna meg. Ugyan Kossuth egészen a szabadságharc kezdetéig még a Habsburg birodalmon belül képzelte el Magyarország sorsát, viszont az ország gazdaságát függetlenítette volna Ausztriától, és követelte, hogy az ország vám megállapításaiba szólhasson bele Magyarország is, illetve hogy önállóan kibocsáthassanak és felvehessenek államkölcsönöket a magyarok. Mivel neki nem voltak jó kapcsolatai a Bécsi udvarral, így a Habsburgoktól sem remélt támogatást az ügy érdekében, így úgy gondolta, hogy önállóan kell kivívni a magyaroknak a reformokat határozottan megfogalmazott követelések formájában. A Széchenyi Kossuth vita első felvonására 1841-ben került sor, amikor Széchenyi István megírta a Kelet Népe című röpiratát. Ebben a műben a magyar arisztokrata élesen bírálta a Pesti hírlap főszerkesztőjét, Kossuth Lajost. Kossuth Lajos ekkorra már óriási népszerűséget szerzett magának az országban, a korábbi két kézzel írott újságjának, az országgyűlési és a törvényhatósági tudósításoknak, valamint a bebörtönzésének köszönhetően. És már-már Széchenyi Istvánnál is népszerűbb lett. A kelet néperőpiratban ugyan Széchenyi elismerte, hogy a Pesti Hírlap programját jónak tartja, viszont azzal bírálta a Lajost, hogy az újság stílusával és modorával nagyon nem tud azonosulni, és nagy probléma van vele. Kifogásolta még a lap szerkesztés módját és tematikáját is. Kosút lapjának stílusa valóban furcsa lehetett Széchenyi István számára, mivel a lap főszerkesztője előszeretettel használta a nyelvújítás új szavait, és menészen szólalt fel benne, tükrött tartva a kor problémáiról. Továbbá Kossuth a magyar újságírásban először írt vezércikkeket, életképeket és glosszákat a lapjába, amely újszerű volt a reformkori olvasók számára mind a hangnemmel, mind a lap formátumával Kossuth Lajos a mai modern politikai újságírás teremtette meg Magyarországon, ami újszerűen hathatott a hagyományos reformkori arisztokrácia számára. Azzal, hogy Kossuth a mindennapi élet problémáin belül a nagyvárosi élet nyomoráról, a hivatali visszaélésekről, valamint a jobbágyság kiszolgáltatott helyzetéről beszélt, egy sokkal szélesebb körbe vonzott a magyar politikába, mint akik korábban foglalkoztak vele. Viszont ezt a réteget Széchenyi István nem akarta volna bevonni a magyar politika megreformálásába, mivel ő a magyar arisztokrácia vezetésével valósította volna meg a polgári átalakulást Magyarországon. Ezért nem is meglepő, hogy szécsényi inkább egy kifinomult stílusú, tudományos folyóiratot szeretett volna olvasni a Pesti hírlap helyett, és igyekezett volna elérni, hogy József Nádor erősen cenzúrázza Kossuth lapját, mert túl veszélyesnek ítélte azt. Attól is tartott Széchenyi, hogy Kossuth Pesti hírlapja következtében Bécs még jobban ellenszegül majd a magyar reformjavaslatoknak, és semmiképpen sem fogja támogatni azokat. Széchenyi-t az is aggasztotta, hogy úgy véltek Kossuth Lajos a Pesti hírlappal többre készül, mint ő és reformkori társai. Úgy gondolta, hogy Kosút szavaival hiába nem követelt többet, mint Széchenyék, viszont a Pesti hírlap stílusával és szerkesztésmódjával előkészíti az újabb és merészebb reformokat, amiket Bécs már végképp nem engedélyezne ezt művében az ész és a szív hasonlatával próbálta volna érzékeltetni, amelyben Széchenyi lett volna az ész, kosút pedig a szív. Azonban ezt a hasonlatot a reformkori magyarok nem igazán értették, mivel pont, hogy Széchenyi volt a lobbanékonyabb és a hirtelenebb kettőjük közül, kosút pedig sokkal nyugodtabb és megfontoltabb volt. Így nem meglepő, hogy amikor megjelent Kosút válasza a felelet gróf Széchenyi Istvánnak című könyve, amelyben sikeresen megvédte az álláspontját, akkor a reformkori magyarság egyöntetően beállt Kosút mögé, Széchenyi pedig elszigetelődött. Kosút Lajos ebben a művében nevezte Széchényit a legnagyobb magyarnak, amely elnevezést mind a mai napig használjuk a magyar gróf említésekor. Azonban ez a felmagasztalás kosút taktikájának a tudatos része volt, mivel azzal, hogy ellenfelét annak heves bírálata után nemhogy nem szitta hasonló módon, hanem még fel is magasztalta, azzal szimpatikusabb lett a magyar emberek között, és erkölcsileg egy magasabb fokra is került az ellenfelénél ráadásul a legnagyobb magyarnak titulálással lényegében felfelé buktatta meg Széchenyit, mivel ezzel a jelzővel az egész magyar társadalom fölé helyezte a grófot, tehát olyan magasra, ahonnan Széchenyi már nem láthatja pontosan az átlag kisember problémáit. Így nem is kellene beleszólnia azok megoldásába. Ezzel a válaszsal Kossuth megnyerte a vita első felvonását, és Széchenyi már nem is válaszolt neki, hanem igyekezett más térre terelni a vitájukat. Széchenyi István a következő támadást az MTA 1842-es évi közgyűlésén indította kosúték ellen, amikor beszédében a nemzetiségi kérdésben támadta meg a magyar politikust. A nemzetiségek kérdése egy kifejezetten kényes téma volt ekkoriban, mivel Kossuth és tábora ebben az időben nacionalistaként a magyar nemzetállamot akarták volna megvalósítani, és úgy gondolták, hogy előbb vagy utóbb a nemzetiségek közül mindenki beolvat volna ebbe. Ezt az asszimilációt elősegítették volna a magyar államnyelv kötelező vétételével a közigazgatásban és az oktatásban egyaránt. Ez az ötlet viszont a nemzetiségek nem tetszését váltotta volna ki. Ugyan Széchenyi kosútékhoz hasonlóan szintén a nemzetiségek asszimulációját szerette volna elérni, viszont ezt felülről a magyar arisztokrácia kezdeményezésével akarta megvalósítani, és úgy gondolta, hogy először az összes magyarországi arisztokratából legyen teljesen magyar főúr, és onnantól ezt a mintát majd átveszik a magyar kis emberek is. Ezért Széchenyi türelmesebb is volt a magyarországi nemzetiségekhez, és nem akarta kötelezni a magyar nyelvet az oktatásban és a közigazgatásban. Ezáltal a legnagyobb magyar kezdetben sokkal népszerűbb is volt a nemzetiségek körében, mint Kossuth Lajos, és abból a szempontból igaza is volt széchenyi hogy a legtöbb nemzetiség az 1848-49-es szabadságharc során a magyarok ellen harcolt a Habsburgok oldalán. A két politikus eltérően mérlegelte azt, hogy miért ellenzik a nemzetiségek a magyar reformokat. Széchenyi úgy gondolta, hogy a nemzetiségeknek ez a válaszreakciója az erőszakos magyar nacionalizmusra, míg Kossuth úgy vélte, hogy a nemzetiségeknek önmaguktól semmi bajuk nem lenne a magyar nacionalizmussal, viszont a háttérből Bécspénzeli őket a magyarok ellen. Az igazság valahol a két állítás között volt. Mivel a nemzetiségek önmaguktól jutottak el a saját nacionalizmusuk megélésére, azok az állítások, amiket Széchenyi és Kossuth mondtak, valójában csak segítették, nem pedig elindították a folyamatot. Széchenyi 1843-tól kezdve újra írásban kezdte el bírálni Kossuth Lajos politikáját, és a jelenkor című újságban rendszeresen írt cikkeket, amelyekben bírálta a Pesti hírlapot és főszerkesztőjét. Azonban a legnagyobb magyar az újságírás terén sokkal kevésbé volt tehetséges, mint Kossuth Lajos, mivel nagyon hosszú cikkeket írt, és nem figyelt a műfai szabályokra. Így kevésbé kötötték le az emberek figyelmét Széchenyi alkotásai. Ráadásul Széchenyi ezekben az írásokban csak arról írt, hogy az általa támogatott, fokozatos és mérsékelt haladás sokkal jobb út, mint Kosúti, és hogy a magyaroknak igyekezniük kellene Bécs támogatásának a megnyerésére. Viszont a Pesti hírlappal ellentétben Széchenyi cikkeiben a kor aktuális kérdéseivel nem igazán foglalkozott, így a kettejük vitája kezdett egyre jobban ellaposodni, és Kosút egyre kedvetlenebbül és rövidebben válaszolt neki. 1844-ben a Bécsi udvar elvette Kosút Lajostól a Pesti hírlapot. Így Kosút egy újfajta tervet eszelt ki a magyar gazdaság fejlesztésére, és létrehozta a védegyletet. Ebben a védegyletben a tagok megígérték, hogy hat éven keresztül csak magyar termékeket fognak vásárolni, amelyel igyekeztek volna növelni a magyar termékek iránti keresletet az országban. Fejlesztve ezzel a magyar ipart. Széchenyi István ezzel szemben hatalmas vagyonával igyekezett volna az ország gazdaságát modernizálni, és a magyar polgári társadalmat kiépíteni. A teljesség igénye nélkül elég csak a lánchídra, a folyószabályozásokra, a gőzhajókra, a sejemhernyótenyésztésre, a lóversenyekre, vagy éppen a kaszinókra gondolni. Tehát leegyszerűsíthetjük úgy is a kérdéskört, hogy Széchenyi István hatalmas vagyonával a magyar gazdaság kínálatát, míg Kossuth Lajos pedig népszerűségével a magyar termékek iránti keresletet növelte meg. Tehát mindketten nagy szolgálatot tettek az intézkedéseikkel a magyar gazdaság fejlődése érdekében. Azonban Széchenyi a védegyletet kifejezetten veszélyesnek ítélte, mivel úgy gondolta, hogy ez a szervezet provokálná a Bécsi udvart, és felismerte, hogy igazából kosútnak egy politikai párt iránti kezdeményezése is megbújik a szervezetben. Ezáltal a legnagyobb magyar szembefordult vele, és még Kossuth barátját, Deák Ferencet is megtámadta, amikor az belépett a védegyletbe. Viszont a Bécsi udvar nem kínált fel semmiféle alternatívát a magyar ipar fejlesztés érdekében, így Széchenyi István egyre jobban egyedül maradt és elszigetelődött. Szintén volt egy ellentét Kossuth és Széchenyi között a fiumei vasútvonal kérdésében is. Mivel Fiume volt az egyetlen magyar kikötő a Habsburg birodalmon belül, ezért Kossuth Lajos azt szerette volna elérni, hogy létesüljön egy vasútvonal Magyarország és Fiume között, hogy ezáltal az ország gazdasága a Habsburgok kikerülésével bekapcsolódhasson a világkereskedelembe. Kossuth Lajos minél gyorsabban megépítette volna a vasútvonalat, és ezért javaslata alapján az építkezés az Alduna melletti Vukavárból indult volna Horvátországon keresztül Fiume felé és egy Vukovár fiume vasúttársaságot is létrehoztak, amelynek Kossuth lett a vezetője. Széchenyi ezt az ügyet próbálta felhasználni arra, hogy kitörjön a politikai elszigetelődéséből. Ezért a helytartó tanács közlekedési osztályának a vezetője lett, és azt szorgalmazta, hogy Pest-Budáról építsék meg a vasutat fiume felé. Ezzel Széchenyi Pest Buda fővárosi jellegét tovább növelte volna, és ez a sugaras koncepció valósult is meg a dualizmus során a vasúthálózatban. Azonban Széchenyi tervét amiatt szavazták le Kossuth hívei, mivel Pest Buda messzebb volt fiumétől, mint Vukovár. Így több idő lett volna, mire elkészül a vasútvonal, és sokkal több pénzbe került volna a megépítése. Így ebben a vitakörben is kosút kezdett el győztesként kitűnni. Széchenyi István egyre jobban elszigetelődött, és szinte senki sem támogatta már a programját. A liberális kosúttal szemben a konzervatívok támogatását sem szerezhette meg, mivel a létrejövő konzervatív pártnak már volt programja, amely merőben ellenkezett Széchenyi elképzeléseivel. Ráadásul a konzervatív párt ellenében létrejövő ellenzéki párt pedig kosút vezetésével működött. Így Széchenyi egyre jobban egyedül maradt, és idegállapota is egyre inkább megromlott. Széchenyi István végső elkeseredésében 1847-ben a politikai programtöredékek című írásában Kossuth Lajost tudatos izgatással és forradalom csinálással vádolta meg, valamint felszólította a legnépszerűbb magyar politikust, hogy lépjen le a politikai pályáról. Kossuth azonban ezt az írást már annyira komolytalannak tartotta, hogy már nem is válaszolt rá, és miután 1847 őszén Pest megye követeként választották be az alsó táblára, egyértelművé vált, hogy Kossuth Lajos a reformpártiak vezére. Széchenyi István ezért megpróbálta volna az táblán meggyőzni a magyarokat igazáról, és elérte, hogy Mosonvár megyében őt választák meg az egyik követté. Így személyesen is megmérkőzhetett az országgyűlésen Kossuth Lajossal. A sors furcsa fintora, hogy a két politikus követi széke pont egymás mellett helyezkedett el, így közelről vitatkozhattak. Viszont Széchenyinek csalódnia kellett, mivel nem rendelkezett olyan programmal, amelyel meg tudta volna győzni az táblát. Ráadásul az 1848 elején kitörő Párizsi-Bécsi és végül a Pesti forradalmak egyértelműen felülírták a kérdéskört, és Kossuth programját sikeresen megszavazta az országgyűlés, amit 5. Ferdinánd király el is fogadott. Így végérvényesen kosút került ki győztesen a vitájukból. Viszont az alapcéjaik azonosak voltak, és ezért 1848 áprilisában Batyányi Lajos kormányában mindketten kaptak egy tárcát, és sikeresen együtt is tudtak működni. Kosút lett a pénzügy, míg Széchenyi pedig a közlekedésügyminiszter. miniszter. Kosút maximális segítséget ígért Széchenyi különböző közlekedési terveihez. Ugyan az nem mondható el, hogy innentől kezdve a két politikus már nem vitatkozott többet egymással, viszont ezek a viták már nem a nyilvánosság előtt zajlottak, hanem a Battyányi kormányon belül. Az együttműködésüknek végül az 1848-as szeptemberi események vetettek véget, amikor Széchenyi István idegrendszere végképp felmondta a szolgálatot, látva a szerbek és a horvátok felkelését, illetve a Bécsi udvar állnokságát. Ezért a legnagyobb magyar a Döblingi szanatóriumba távozott, és már nem is jött vissza Magyarországra. A Batyányi kormány lemondott, Kossuthból pedig az újonnan létrejövő Országos Honvédelmi Bizotmány elnöke és az ország első számú politikai vezetője lett. És itt el is érkezünk a második vitához. A kosút görgei vita. Kossuth Lajos és Görgei Artur konfliktusai a szabadságharc idején és annak bukása után zajlottak. A két magyar vezető eltérő szerepkörben vett részt az 1848-49-es eseményekben. Amíg a népszerű Kossuth Lajos kezdetben az OHB elnökeként, majd a függetlenségi nyilatkozat kiadása után kormányzó elnökként az ország politikai vezetője volt. Addig a kosútnál 16 évvel fiatalabb, ekkor 30 éves Görgei Artur az ország legtehetségesebb és legjobb hadvezére volt. Értelemszerűen egyikük inkább politikai szempontból, másikuk pedig katonai szempontból látta az ország helyzetét. Kezdetben Kosút és Görgei nagyon jól együttműködtek egymással, és a fiatal és tehetséges százados, négy és fél hónapnyi sikeres haditeljesítmény után tábornokká nevezték ki, az első vitájukra 1848 végén Windischgrätz osztrák csapatai támadása után került sor, amikor a kosút vezette kormány Pestről Debrecenbe menekült. Ebben a vitában Görgei azt tartotta volna hadsereget szempontjából célra vezetőnek, hogyha visszávonulhatna egy kicsit, hogy kiképezhesse seregét. És azt szerette volna ezzel elérni, hogy majd a tavaszi döntő összecsapásokkor erősebbek lesznek így a csapatai, és legyőzik a Habsburgokat. A téli nyílcsatát nagyon kockázatosnak tartotta a magyar hadvezér. Ezzel szemben Kossuth már télen is kisebb sikereket követelt volna meg tőle, hogy ezzel javítsa a hadimorált a magyarok körében, és így több ember tudjon a magyar hadseregbe toborozni. Ennél az esetnél is látszik, hogy az egyik a katonai, másikuk pedig a politikai szempontokat tartotta a legfontosabbnak. Végül 1848. decemberében, amíg kosúték a kormányjal Debrecenbe menekültek, addig Görgei Artúr sikeresen elterelte az osztrák csapatok figyelmét, és a felvidéken keresztül manőverezve elértek az előzetesen megbeszélt helyszínhez, a felső Tiszához, ahol összevonták a magyar seregeket a döntő összecsapáshoz. Görgei ez alatt a manőver alatt egy hónapig lekötötte az ellenség figyelmét, és megakadályozta az osztrákokat, hogy a magyar kormány után mehessenek, továbbá még a seregét is kiképezte közben, így egyértelműen egy sikeres katonai akciót zárt. Viszont kosúttal megromlott a kapcsolata, mivel 1849 január 5-én kiadta a váci kiáltványt, amelyben nyíltan kijelentette, hogy hadseregével az 1848-as alkotmány megtartásáért küzd, és hogy minden külső és belső ellenséggel szembeszáll. Ez még önmagában megfelelt volna Kossuth ekkori politikájának, viszont kiáltványában Görgei az OHB-t is bírálta azért, mert korábban taktikailag rossz parancsokat adtak ki neki, és követelte tőlük, hogy ne szóljanak bele a hadviselésbe. Görgei a Váci kiáltványát azért adta ki, mert seregéből elkezdtek az osztrák támadás hírére kiválni a tisztek, és így akarta meggátolni ezt a folyamatot. Viszont a kiáltvány OHB-t bíráló része miatt Kossuth nagyon megharagudott a magyar hadvezérre, és bosszúból az összevont sereg élére nem őt, hanem a lengyel Henrik Dembinskit nevezte ki. Azonban a lengyel hadvezér a lehető legrosszabb választásnak bizonyult, mivel nem fogadta meg a magyar honvédek tanácsait, és Kápolnánál a nagyobb létszámú seregével egy súlyos vereséget szenvedett Vindics Grész csapatai ellen a kápolnai vereség után március 3-án a magyar hadvezérek görgei vezetésével fellázadtak a csapnivalóan teljesítő lengyel fővezérük ellen. Ezért az OHB nevében Szemere Bertalan főkormánybiztos leváltotta Demminszkit, és idéglenesen Görgei Artúrt nevezte ki a fősereg élére. Amikor ezt Kossuth megtudta, nagyon ideges lett, és a magyar táborba ment, hogy főbelövesse az engedetlen és lázadó Görgeit. Azonban, amikor kosút a táborba ért, akkor meggyőződhetett arról, hogy Görgeiéknek valójában igaza volt, és dembízki tényleg alkalmatlan volt a feladatra. Ezért idéglenesen jóváhagyta Görgei kinevezését, viszont március 8-án vette Antalnak adta át a pozíciót. Ezt követően a kegyvesztett görgei próbálta volna visszanyerni kosút bizalmát, és ezért szép leveleket írt az OHB elnökének, és a másokkal folytatott levelezésében is szépen beszélt kosútról. Görgeinek megtérült a kedvessége, és miután vette rantal megbetegedett, március 30-án Kossuth kinevezte ideiglenesen Görgeit a fősereg élére. Görgei Artúr meg is hálálta a bizalmat, és a tavaszi hadjárat során óriási verést mért az osztrák csapatokra. A sikerek hallatára Kossuth felbátorodott, és 1849. április 14-én Debrecenben kiadta a függetlenségi nyilatkozatot, amely Ferenc József olmúci alkotmányára lett a magyar válasz. Ebben kimondták a Habsburg ház tromfosztását Magyarországon, és megállapodtak, hogy addig, amíg egy új uralkodót nem sikerült találni a magyar királyság élére, addig Kossuth Lajos lesz az ország kormányzó elnöke. Állítólag Kossuth Lajos a függetlenségi nyilatkozat kiadása előtt Gödöllőnél megbeszélte görgeivel a tervét. Erre a megbeszélésre mindkét fél eltérően emlékezett vissza. Görgei visszaemlékezése alapján Kossuth homályosan fogalmazta meg, hogy mit is szeretne csinálni, és a magyar hadvezér ellenezte az elszakadás tervét. Ezzel szemben Kossuth azt állította, hogy Görgei nem ellenezte a tervet. Valószínűleg ebben a visszaemlékezésben Kossuthnak hihetünk inkább, mivel a gödöllői találkozásuk során ajánlotta fel először a 16 évvel fiatalabb Görgeinek, hogy nyugodtan tegezze. Ezt valószínűleg feldühödve nem tette volna meg, ha Görgei ellenezte volna a tervét. Minden esetre a függetlenségi nyilatkozat hírét a magyar hadseregben kettőség fogadta. Mivel voltak támogatói, viszont több tiszt nyíltan ellenezte, és úgy gondolták, hogy csak akkor lehet ilyen merész kijelentést tenni, ha már az ország egészen felszabadult. A magyar seregben létrejövő feszültséget jól szemlélteti, hogy a nyilatkozat kibocsátása után Görgegy egy leveleti is útnak, amelyben kérte az újdonsült kormányzó elnököt, hogy legközelebb előbb értesítse őt, mielőtt ilyen vakmerő dolgot tesz. Ebben a konfliktusban Görgei Artúrt nem az zavarta, hogy kosút megfosztotta a Habsburgokat Magyarország trónjától, hanem az, hogy ő csak a döntő győzelem után akarta kihirdetni a függetlenséget, mert attól félt, hogy ettől csak feltüzeli az ellenségek katonáit, úgy, ahogyan korábban a Ferenc József féle Olmüci alkotmány tüzelte fel a magyar katonákat. Görgei Artur a függetlenségi nyilatkozat kiadása után a Szemere kormány hadügyminisztere is lett, és május 21-én megvalósította az egyik legnagyobb győzelmét, ugyanis visszafoglalta Buda várát a, a Habsburgoktól. Ettől a sikertől Kossuth Lajos azt remélte, hogy ezáltal meggyőzhetőek lesznek majd a külföldi nagyhatalmak Magyarország önállóságának elismerésére és a függetlenségi nyilatkozat elfogadására. Azonban a magyar kormányzó elnök elszámolta magát, ugyanis ennek pont az ellenkezője következett be, mivel az angol és francia kormány a sikerek hatására is visszafogott maradt. Ezzel szemben Ferenc József május elején elment első Miklós cárhoz tárgyalni, ahol pont Buda bevételének napján megegyeztek, hogy az oroszok egy 200 ezeres sereget küldenek az osztrákoknak a magyar szabadságharc leverésére. Ez a 200 ezer fő új katona óriási túlerőt jelentett, mivel a magyarok teljes létszáma a képzetlen egységekkel együtt is maximum 160 ezer főt tett ki. Emellé az ellenség részére hozzájöttek még hajnaú osztrák csapatai is. Így megszűntek az eddigi kiegyenlített erőviszonyok, és elszálltak a magyar győzelmi esélyek. Úgyhogy innentől kezdve már csak az volt a kérdés, hogy meddig lehet még Magyarországnak kitartani a szabadságharcot. A görgei kosút kapcsolatok ebben a helyzetben romlottak meg a legjobban. Mivel görgei Artúr tévesen úgy ítélte meg, hogy az oroszok csak a kosút által kiadott függetlenségi nyilatkozat miatt jöttek segíteni az osztrákoknak, és úgy gondolta, hogy ha kosúték ezt visszavonnák, akkor az oroszok is elmennének. Görgei nem tudta, hogy Ferenc József ettől függetlenül kérte első Miklós szár segítségét. A magyar hadvezér ezért még Kosút ellenzékével is tárgyalt a függetlenségi nyilatkozat visszavonásáról, viszont amikor azok felvették a katonai diktatúra lehetőségét, Görgei elvetette az ötletet. Sokszor nyíltan bírálta a leveleiben és a miniszter tanácsban egyaránt természetesen a magyar kormányzó elnök görgei bírálatát dühösen vette tudomásul, és egyre többször is célozgatott arra, hogy görgeinek vagy a hadügyminiszteri, vagy a fővezéri tisztségéről le kellene mondania. Az egyik legjelentősebb vita kettejük között arról szólt, hogy hol vonják össze a túlerő ellen küzdő magyar sereget egy döntő összecsapásra. Görgei hadvezéri szempontból Komárom várát tartotta célra vezetőnek, mivel ez egy jól védhető erőd volt, és úgy gondolta, hogy még az orosz fűsereg beérkezése előtt tudnának onnan egy döntő támadást indítani az osztrákokra, amelyben legyőznék hajnaú csapatait. Ezzel szemben Kossuth inkább Dembinski javaslatát fogadta el, aki az ország déli részét javasolta az összevonás színhelyének. Azonban ennek a helyszínnek több hátránya is volt. Egyrészt egy pontra monzotta volna az ellenség főerőit, továbbá a terület legfontosabb vára, Temesvár, ekkor osztrák kézen volt. Az egyetlen előnye a helyszínnek az volt, hogy közel volt a török határ, ahová egy esetleges vereség esetén el lehetett menekülni. Kossuth Lajos egy követséget küldött görkeihez, és kötelezte a magyar fővezért, hogy seregével azonnal jöjjön Aradra, mert oda tervezik összevonni a magyar csapatokat. Ez azonban önmagában képtelenség volt, mivel egy kb. 35 ezres haderőt nem lehetett az egyik pillanatról a másikra megindítani. Továbbá az alkotmányos szokásjoggal is ellenkezett, hogy a kormányzó elnök katonai utasítást ad a fővezérnek és a hadügyminiszternek. Ugyan Görgei Artúr elfogadta kosút akaratát, viszont csak szóban ígérte ezt meg. Ráadásul Görgei még mielőtt megérkezett volna hozzá kosút követsége, azelőtt egy provokatív hangvételű levelet is írt a kormányzó elnöknek, amelyben továbbra is a komáromi összevonást tanácsolta, és nyíltan bírálta a kosúték előző napi intézkedéseit. A magyar hadvezér szerencsétlensége az volt, hogy ez a levele hiába lett korábban elküldve, később jutott el kosúthoz, mint a visszaérkező követsége. Így a kormányzó elnök azt hitte, hogy Görgei visszavonta az ígéretét, és ezért leváltotta a hadvezéri tisztségéből, és a helyére Mészáros Lázárt nevezte ki. Tovább nehezítette Görgei helyzetét, hogy július 2-án még egy súlyos fejsérülést is szenvedett, ami miatt több napig fekvőbeteg lett, így nem tudott azonnal megindulni Aradra, és az ellenséges osztrák-orosz csapatok ekkora már elzárták az Arad felé vezető utakat. Ezért Görgei Artúr egy váratlan és óriási katonai manővert húzott, és a felvidéken keresztül északkeletről a Losonc, Rimaszombat, Miskolc, Tokaj vonalon érkezett a Tiszántúrra, és kikerülte az oroszokat. Ezzel a sebesült Görgei óriási szolgálatot tett a magyaroknak, mivel serege manőverével három hétre lekötötte az oroszok figyelmét, és megakadályozta, hogy azok minél hamarabb egyesüljenek az osztrákokkal. Ráadásul mindezt úgy valósította meg, hogy az ellenfél négyszeres túlerőben volt vele szemben, és a komplett ellenség harmadát lekötötte így. A hadjárat során óriási gyalogmeneteket tettek meg katonáival, így nem tudták elkapni az oroszok őket. Hiába csapott össze nyolcszor is a túlerőben lévő ellenfelével szemben, csupán csak egyszer veszített ellenük. Végül sikeresen időben leírt a radra seregével. Görgei időközben elkezdett tárgyalásokat folytatni az oroszokkal, de mindezt a szemere kormány engedélyével és annak álláspontját képviselvetette, azért, hogy konfliktus generáljon az osztrákok és az oroszok közé. Ráadásul Kosút is felvette a kapcsolatot az orosz katonákkal, és még az orosz cárnak is felajánlotta volna az országot, ha az elismerte volna az áprilisi törvényeket. Azonban végül sikertelenül tárgyaltak a magyarok az oroszokkal, és azok közölték, hogy csak a feltétel nélküli megadást fogadják el. Így kosútékban megfogalmazódott az oroszok előtti fegyverletétel gondolata. Amikor Görgei Aradvárához ért, akkor a magyar sereg többi részét nem találta ott, mivel az engedetlen Dembinski nem engedelmeskedett kosútnak, hanem az ellenséges kézen lévő Temesvár alá nyomult, és ott augusztus 9-én a másik lengyel tábornok, Bem seregével egyesülve, megtámadták a hajnaú vezette osztrák sereget. Ez óriási hibának bizonyult. Ugyan hajnaú osztrák csapatai kevesebben voltak, mégis egy katasztrofális verést mértek a két lengyel tábornokra, és teljesen megsemmisítették a magyar sereget. Még nem érkezett meg az előző napi kulcsfontosságú vereség híre Aradra, amikor a várban augusztus 10-én utoljára találkozott egymással kosút Lajos és Görgei Artur. Itt állítólag kosút megkérdezte Görgeit, hogy mit tenne akkor, ha a magyarok győznének, illetve ha veszítenének Temesvárnál. Görgei állítólag azt válaszolta, hogy győzelem esetén teljes erővel megtámadná csak az osztrákokat, míg vereség esetén letenni a fegyvert az oroszok előtt. Ezt az eseményt a későbbiekben Kossuth Lajos tagadta, viszont valószínűleg a kormányzó elnök hazudott, mivel aznap délelőtt a minisztertanácsban is beszéltek a fegyverletétel lehetőségéről. Ezt követően megérkezett Dembinskiék temesvári vereségének a híre, így Kossuth felruházta volna görgeit, hogy tárgyaljon az oroszokkal mivel Görgei ekkor még mindig azt hitte, hogy kosút személye miatt jöttek be az oroszok az országba, ezért arra kérte a kormányzó elnököt, hogy a jobb alkupozíció elnyerése érdekében mondjon le a tisztségéről. Ezt Kossuth Lajos meg is tette, és augusztus 11-én Görgeit az ország diktátorává nevezte ki, ő pedig elmenekült az országból. Kossuth Lajos ekkor még abban bízott, hogy Görgei legalább valami engedményt el tud érni a maradék hadseregével, hogy legalább amnestiában részesülhessenek a magyarok. Azonban csalódnia kellett, mivel útközben értesült egy követtől, hogy az oroszok csak is a feltétel nélküli megadást fogják elfogadni. Kossuth Lajos ezután egy levelet írt Görgei Artúrnak, amelyben arra bíztatta, hogy tegyen meg mindent az ország érdekében, és kijelentette azt, hogy árulásnak tartaná a feltétel nélküli fegyverletételt. Valójában Kossuth Lajos ekkorra már tudta jól, hogy az oroszok nem fognak hagyni más alternatívát, így igazából ezzel a levelével csak áthárította Görgeire a felelősséget, és ezután elmenekült Törökországba. Görgei diktátorként egy haditanácsot hívott össze, ahol 80 tiszt társaságában eldöntötték, hogy leteszik a fegyvert. A döntő szavazásnál Görgei még el is hagyta a termet, ahol csak két tiszt ellenezte azt, hogy az oroszok előtt tegyék le a fegyvert. Ők az osztrákok előtt akarták letenni. Végül Görgei és csapata 1849. augusztus 13-án világos mellett a szöllősi mezőnél letették a fegyvert az oroszok előtt. Görgei azt remélte, hogy a fegyverletétel következtében hajnaújék csak rajta fognak bosszút állni, és a seregén nem. Ezt hitték az oroszok is, és ezért kötelezték a Habsburgokat arra, hogy legalább Görgeinek adjanak amnestiát. Azonban a többi tisztjének az életét nem tudták biztosítani a magyar hadvezér számára. Viszont Görgei erről az egészről csak az orosz hadifogságban értesült, így már nem tudott vele mit csinálni. A fegyverletétel után sokáig Görgeit árulónak bélyegezték a magyarok. Ez amiatt volt, mivel korábban Görgeinek a katonai sikerei hatására akkora volt a hős kultusza, hogy hatalmasan csalódtak benne az emberek, amikor a tehetséges magyar hadvezér feltétel nélkül megadta magát. Tovább erősített az árulási vádon az a tény, hogy Görgei társaival ellentétben amnestiát kapott, és a karintiai Klagenfurtba vitték. Ráadásul a dühös hajnau a magyar hadvezér társain akart bosszút állni azért is, hogy mind kosút, mind pedig Görgei különböző okok miatt kicsúszott a kezéből. Hajnau szadista megtorlása tovább erősítette az árulási mítoszt, ami Görgei körül kezdett kialakulni. A legnagyobb hitelt az árulás vágyának maga a kormányzó elnök Kossuth Lajos adta, aki már szeptember 12-én a vidini levelében árulónak nevezte Görgei Artúrt a fegyverletétel miatt. Márpedig, ha valaki, akkor pont Kosút tudhatta jól, hogy valójában az orosz túlerő és Dembiszki temesvári veresége miatt bukott meg a szabadságharc, nem pedig Görgei fegyverletétele miatt. Hiszen Görgei Artúr csak a józanész határáig vezette seregét, és akkor adta meg magát, amikor reménytelen volt már a helyzet. Kosút ezzel az egész váddal valójában beáldozta görgei hitelét azért, hogy magát tisztára mossa és elhitesse mind a magyarokkal, mint pedig a nemzetközi közvéleménnyel, hogy a magyar szabadságharc nem az ország gyengesége miatt bukott meg, hiába harcolt két nagy hatalommal is, hanem azért, mert volt köztük egy áruló. Ezzel Kossuth Lajos motiválni akarta a magyarságot az emigrációból, hogy készenlétben álljanak, hiszen szervezkedni akarta Habsburgok ellen, és úgy ítélte meg, hogy ha a nemzetközi helyzet úgy hozza, akkor újra fegyverbe toborozhatja a magyarokat, ha elhiteti velük, hogy nem a túlerő miatt, hanem egy árulás következtében bukott meg a szabadságharc. Kossuth levele megjelent az összes világnyelven, és magyarra is lefordították. Ezzel pedig hamis vádak alapján megpecsételte Görgei Artúr sorsát kiváló honvéd tiszt szerencsétlenségére Kosútnak ekkorra már akkora tekintélye volt az országban, hogy lényegtelen volt az, hogy milyen hazug dolgot is állított, az emberek elhitték neki. Így görgeit a szabadságharc után jelentős magyar költők nevezték árulónak verseikben. A népdalokban átkozták az egykori kiváló magyar hadvezért, és még számos külföldi karikatúrában is feltűnt negatív figuraként. Görgei ebben a helyzetben Klagenfurtban kiadott egy emlékiratot a szabadságharcról, amelyben szatirikusan emlékezik meg a történtekről, és magát és társait egyaránt kritizálja benne. Ez viszont csak tovább rontotta görgei helyzetét, mivel a magyar kisemberekben ez csak az árulás vágyát erősítette. Az emigrációban pedig azt hitték, hogy csak Habsburg megrendelésre csinálta, még a birodalomban pedig a cenzúra be is tiltotta a munkáját. Azért voltak egykori katonák, akik görgei védelmére keltek, és egy-egy újságban megvédték a korábbi nagyszerű magyar tábornokat. Viszont ezek az értelmiségi lapok nem igazán jutottak el az egyszerű kis emberekhez, akiket nem érdekeltek a tények. Mivel ők csak azt látták, hogy kosútnak köszönhették a felszabadulásukat a jobbágy sorsukból, ezért ha a korábbi kormányzó elnök mondott valamit, akkor az úgy kellett, hogy legyen. Így szegény görgei Artur igazságtalanul viselte éveken keresztül az alaptalan rágalmakat. Kossuth Lajosnak görgei árulóvá titulálása egyértelműen az egyik erkölcsileg legkifogásolhatóbb tette volt. Végül a kiegyezés után Görgei hazajöhetett Magyarországra, és 1887-ben még 207 volt honvéd katona egy nyilatkozatban ki is jelentette azt, hogy nem tartják Görgeit árulónak, és alaptalanul hurcolták meg. És itt elérkezünk a harmadik vitánkhoz, amely a kiegyezéssel kapcsolatos. A Kossuth Deák vita a Deák kosút vitát vizsgálva van a legkisebb különbség a szereplők korábbi társadalmi helyzete és életkora között. Ugyanis mindkét fél köznemesi családból származott, és Deák Ferenc csupán egy évvel volt fiatalabb Kossuth Lajosnál, így azonos nemzedékhez tartoztak. A reformkorban egymás mellett is küzdöttek, és többek között Deák határozott közbenjárása miatt szabadult ki Kossuth Lajos korábban a börtönből. Ezt követően a Batyányi kormányban is együtt dolgoztak, ahol Kosúta pénzügy, míg Deák az igazságügyminiszteri tárcát kapta meg. Kettejük együttműködését mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy Kosút Lajos idősebbik fiának, Ferencnek maga Deák lett a keresztapja. A szabadságharc után azonban a két politikusnak szétváltak útjaik amíg Kossuth Lajos az emigráció vezetőjeként szervezte az újabb Habsburg ellenes felkelést, és azon gondolkodott, hogy mi is válthatná ki a térségben a gyengülő Ferenc József császárságának nagyhatalmi helyzetét, addig Deák Ferenc az itthon maradó magyarok vezetője lett, és a passzív ellenállást képviselve visszahúzódott birtokaira és nem vállalt közhivatalt. Ezt a passzív ellenállást nagyon sokan átvették a hazabölcsétől, és ezzel nagyon gyengítették a Habsburg viradalom gazdaságát. Kosúttal ellentétben Deák test közelből láthatta az ország helyzetét, és azt a tényt, hogy a magyarok már belefáradtak a közel húsz éves ellenállásba. Ráadásul Ferenc József Ausztriája sorra vereségeket szenvedett. Az első vereséget a Habsburgok 1859-ben szenvedték el, a harmadik Napóleonnal és az olaszokkal vívott háborúban. Így Ferenc József elkezdett minimálisan nyitni a magyarok felé. Ezért Deák az ország gazdasági helyzetének rendbetétele érdekében hajlandó lett volna kompromisszumot kötni Ferenc Józseffel, és bizonyos kérdésekben engedett volna az áprilisi törvényekből. Ezt az álláspontot képviselte az 1861-es országgyűlésen, ahol a felirati párt vezetőjeként törvényes keretek között utasították el Ferenc József alkotmányjavaslatát, illetve az 1865-ös húsvéti cikkében is, amelyben először egyezett bele az áprilisi törvények felülvizsgálásába a kompromisszum érdekében. Ezzel az állásponttal szemben Kossuth Lajos hallani sem akart a kompromisszumkötésről és a szabadságharc végén megvalósuló sikeres nemzetiségi tárgyalásokat továbbibe egy újabb államban gondolkodott. Ebben az államszövetségben Magyarország, Erdély, Románia, Horvátország és Szerbia egy nagy országot alkotott volna, ahol a nemzetiségek békében éltek volna egymás mellett. Ezt a tervezetet Dunai Konfederációs tervnek nevezzük terv alapján Kossuth feladta volna a történelmi Magyarország határait, hogy a Duna mentén élő népek békében éljenek egymással. Kossuth ebben a tervben a korábbi megyehatárokat úgy rajzolta volna át, hogy minden megyében lehetőleg csak egy nép lakjon, és az ő nyelvük legyen a hivatalos nyelv benne. Viszont megkövetelte volna, hogy a megyékben lakó kisebbségek nyelvét is engedélyezzék. Kossuth szerint a térségben ez az újonnan alakuló állam vehette volna át a Habsburg Birodalom nagyhatalmi helyzetét. Úgy gondolta, hogy a Dunai Konfederáció öt országa belügyeiben teljesen önálló lehetett volna, viszont közösen védték volna meg magukat a külső ellenségekkel szemben. Emellett Kossuth Lajos még közös vámvonalat és közös külpolitikát is vizionált. A birodalmi költségeket pedig a tagállamok arányos hozzájárulásából fedezte volna. Kossuth Lajos egyik fő támogatója a Dunai Konfederációs tervében Teleki László volt. Ő is az emigráció tagja volt, de német területeken fogságba esett, és ezért hazahozták Magyarországra. Ferenc József a magyarok felétett gesztusként nem végeztette ki telekit, hanem még az 1861-ben összehívott országgyűlésre is elküldte, ahol azt várta volna el a magyaroktól, hogy fogadják el az alkotmánytervét. Teleki László és Deák Ferenc is elutasította a tervet, de amíg előbbi egy határozat formátumában, addig Deák törvényesen egy felirat formátumában, amely során jelezték volna Ferenc Józsefnek, hogy elismerik magyar királynak, viszont az alkotmány tervével nem értenek egyet. Teleki László az országgyűlésen már határozottan képviselte azt is, hogy célra vezetőnek tartja a kiegyezést a nemzetiségekkel, és hogy lépjenek szövetségre a magyarok a közép-európai népekkel. Ezzel szemben Deákék tábora nacionalistán úgy gondolkodott, hogy a történelmi Magyarországon a magyar legyen az államalkotó nemzet. A döntő szavazás előtti este Teleki László öngyilkosságot követett el, hogy jelezze a szavazás fontosságát. Ennek ellenére végül vitájukból Deák Ferenc és a határozati párt jött ki győztesen, elindítva ezzel a kiegyezéshez vezető utat következő évben Kossuth Lajos konkretizálta a Dunai Konfederációs tervét, és továbbra is egy Magyarország, Erdély, Románia, Horvátország és Szerbia közös államszövetségben gondolkozott, és úgy gondolta, hogy ha ezek az országok összefognának, akkor közösen elűzhetnék a Habsburgokat. Ezzel szemben Deák Ferenc úgy vélte, hogy a magyar szabadságharc nem a nemzetiségek miatt bukott el, hanem az orosz intervenció következtében. Így a külföldi nagyhatalmak nem akarják a Habsburg birodalmat szétrobbantani, úgyhogy Magyarország akkor teszi a legjobbat magával, ha kiegyezik Ferenc Józseffel. Mint nem is olyan régen láthattuk, a görgeivel folytatott vitatárgyalása során, Kossuth korábban sem volt hajlandó elismerni azt, hogy a magyar szabadságharc az oroszok bejövetele miatt bukott meg, és inkább árulót fabrikát a legjobb hadvezéréből is, mint sem, hogy ezt a tényt elismerje. Viszont Deák Ferenc példáját alátámasztotta az a tény is, hogy harmadik Napóleon az olaszokkal szövetségben állva az 1859-es hadjárata során nem akarta végleg megsemmisíteni Ausztriát, és Velencét meghagyta nekik. Ráadásul még a Königréci csatában 1866-ban győző és a kis német egységet megvalósító Bismarck sem akarta szétrombolni Ferenc József Ausztriáját, és mindkét nagyhatalom a győzelme ellenére igyekezett kímélni az osztrák császár helyzetét. Így a Königréci csata után felgyorsuló magyar-osztrák tárgyalások egy reális kompromisszumot hoztak létre 1867-ben. Ebben a kiegyezésben egy dualista, azaz kétközpontú birodalom jött létre Ausztria és Magyarország vezetésével. A két ország belügyeiben teljesen önállóvá vált, viszont engedniük is kellett a magyaroknak az áprilisi törvényekből, ugyanis az Osztrák-Magyar Monarchiában a két ország között közös lett a külügy, a hadügy és az ezek fedezésére fordított pénzügy is. Ehhez a három dologhoz Ferenc József ragaszkodott, hogy megőrizhesse a nagyhatalmi pozícióját. Nem véletlenül kosútlajos is ezeket a közös ügyeket bírálta a leginkább a későbbiekben. Kosút Deák vita legutolsó jelenete volt Kosút Lajosnak a kiegyezés előestén megfogalmazott Kassandra levele. Ebben a levélben Kosút magát a trójai jósnőhöz Kassandrahoz hasonlította, aki hiába jósolt mindig igazat, soha senki nem hit neki. Kosút keményen bírálta Deákot, és azzal vádolta a hazabölcsét, hogy megvezette a népet, mivel azok azt hitték, hogy a régi reformkori politikát képviseli Deák Ferenc, viszont valójában már nem azt tette, mivel 248 as törvényt is megszegett a kiegyezéssel. Kosút még levelében leírta azt is, hogy Deákhoz képest teljesen eltérőnek ítélni a nemzetközi viszonyokat, és nem látja értelmét pont most kiegyezni a Habsburgokkal, amikor a világ az olyan újonnan alakuló nemzetállamok felé tendál, mint Németország és Olaszország. Úgyhogy pont, hogy ilyenkor kellene szerinte ragaszkodni a korábbi jogokhoz. Szintén problémásnak látta Kosút Magyarország Ausztriával való kiegyezését abból a szempontból is, hogy Ferenc József Ausztriáját halálra ítéltnek látta mivel 1848 óta elzárták a határaik között élő népek nemzeti fejlődését. Ezért azzal, ha Magyarország kiegyezik a Habsburgokkal, akkor egy kényszerpályára fog kerülni, és bűnrészessé válik a benne élő népek elnyomásában mivel Kossuth Lajos szerint ekkorra már nem a sok nemzetiségű birodalmak, hanem az önálló nemzetállamok felé tendelt a világpolitika, ezért úgy vélte, hogy a monarchia nemzetiségei a nacionalizmusoktól fűtve előbb-utóbb szét fogják rombolni a Habsburgok birodalmát, és ennek áldozatául fog esni Magyarország is, mivel pont hogy a közös ügyek miatt nem lesz önálló a külügye és a hadserege. Azzal a hasonlattal szemléltette Kossuth a levélben álláspontját, hogy Magyarország lesz a mágia, amin majd a Habsburg sast megégetik. A Cassandra levél megírása ellenére a magyar parlament végül megszavazta a kiegyezésről szóló törvényjavaslatot, és Deák Ferenc pedig visszavonult a politikától. Mivel a kiegyezés során Ferenc József amnestiát ígért mindenkinek, így Kossuth hazajöhetett volna. Viszont a korábbi kormányzó elnök nem akart asszisztálni a kiegyezéshez, és ezért élete végéig önkéntes emigrációban maradt Torinóban. Itt a politikusból egy értelmiségi vált belőle, és napi szinten nyomon követte a magyarországi híreket. Folyamatosan bírálta a kiegyezést, és rávilágított annak buktatóira. Különösen is az 1867 utáni látszat parlament frusztrálta, amelybe igazából csak a kormánypárt győzhetett, az ellenzék nem, mivel akkor Ferenc József bármikor feloszlathatta volna az országgyűlést. Ezzel a színjátékkal Kossuth szerint összemosódnak az 1848-as eredmények, amelyek így érvényüket vesztik. A Kossuth deák vita kapcsán az a kérdés, hogy kinek volt igaza, nehezen eldönthető. Ha abból a szempontból vizsgáljuk az eseményeket, hogy az első világháború után valóban szétesett az osztrák-magyar monarchia, és a trianoni béke következtében óriási veszteségeket szenvedett Magyarország, akkor egyértelműen Kossuthnak volt igaza jóslata. Viszont azt nem szabad elfelejtenünk, hogy ez az esemény több mint 50 évvel a Kaszandra levél megfogalmazása után történt meg, így a magyar politikai vezetésnek bőven lett volna ideje reagálni a Kossuth által megfogalmazott kritikákra. Továbbá azt sem szabad elfeledni, hogy Kossuth Lajos a kritikája mellé nem mutatott fel egy reális alternatívát Magyarország számára, mivel az emigrációja során egyetlen európai nagyhatalmat sem tudott meggyőzni álláspontjáról. Tehát, ha kosút javaslatát fogadták volna el a magyarok, akkor ugyanott toporogtak volna, mint a szabadságharc utáni húsz évben. Ezzel szemben a Deák hatására kötött kiegyezés egy Bécsel megkötött reális kompromisszum volt, amely nagyon sokat segített a magyaroknak. A magyar gazdaság óriási ütemben fejlődött. A Kárpát-medence jelentős vasútvonalai ekkor épültek ki. A birodalmi társfőváros Budapest óriási fejlődésnek indult, és igazi világváros vált belőle. Ezeket az óriási eredményeket Kossuth javaslatát megfogadva a bécsi tőke nélkül vagy egyáltalán nem, vagy csak sokkal lassabban tudta volna megvalósítani Magyarország. Ráadásul közvetlenül a kiegyezés után a Báró 5-ös József által kiadott 1868-as nemzetiségi törvény az akkori legtoleránsabb nemzetiségi törvény volt a világon. Ezen kívül 1868-ban még a horvátokkal is sikeresen kiegyeztek a magyarok. Így az, hogy a nemzetiségekkel ennyire megromlott a magyarok kapcsolata semmiképpen sem varható Deák és a kiegyezés nyakába. Sokkal inkább a késő dualizmuskori, rossz nemzetiségi politika tehet róla, de az már egy másik történet. Kossuth Lajos a 19. század egyik legnagyobb formátumú magyar politikusa volt, aki óriási tett a magyar polgári átalakulás megvalósításáért. Ebben a videóban három különböző vitáját mutattam be, élete három különböző korszakával. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornára.